Kozma Szabolcs vagyok, nős, két gyermek édesapja. Győrben születtem, és itt is élek. Anyai ágon a dédszüleim a Muravidékről származnak, nagypapám már a Felvidéken, Komáromban látta meg a napvilágot. A magyar nyelv, az anyanyelv mindig is fontos szerepet játszott az életemben. Ennek is köszönhetően lettem logopédus és gyógypedagógus, csak úgy, mint az édesanyám. Jelenleg Pannonhalmán a pedagógiai szakszolgálatnak vagyok az igazgatója. Március elején a Bősön szervezett Amade napokra állítottuk össze a szakmai programot kollégáimmal, amikor megkaptam az értesítő levelet, hogy az SMPS országos elnöksége úgy döntött, hogy a szlovákiai magyar nyelvű oktatás támogató tevékenységért SMPS díjban részesülhetek. Ez óriási megtiszteltetés számomra. A díj sokkal többet jelent, mint egy elismerés, az összetartozást is szimbolizálja. Már hosszú ideje egyik legfontosabb küldetésem a Kárpát-medencében, és ezen belül is a Felvidéken élő és dolgozó magyar pedagógusokkal, szülőkkel való rendszeres, szakmai és baráti kapcsolattartás. A mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor kicsivel több mint 20 éve betoppant a fejlesztő foglalkozásomra Csiri, azaz Fekete Irén, aki jelenleg az SMPS elnöke, akivel azóta is tart a barátságunk. Rossz nyelvek szerint ez még házasságból is sok. Megszámolni is nehéz, hogy mennyi közös szakmai programot szerveztünk és bonyolítottunk le. A cél mindig közös volt, megtanulni, megőrizni, tanítani és továbbadni a legféltettebb kincsünket, a magyar nyelvet. Tudtuk, és tudjuk azt, hogy ahol egy nyelvet beszélnek, ott nincsen határ sem az átvitt, sem a fizikai valós értelemben. A sok programnak és a rengeteg kiváló szakembernek köszönhetően ma már szinte hazajárok a Felvidékre. Számtalan településen tarthattam rövidebb, hosszabb előadást, szakmai napot. Meg kell említenem a kollégáimat is, akik mindig az első kérésre nagy szeretettel csatlakoztak ezekhez a rendezvényekhez. Így volt ez a komáromi pedagógiai napokon, Nemesolcsán, Diószegen, Ipolyságon, Szencen, Nagymegyeren, vagy Érsekújváron, ahova egyik alkalommal rendőri felvezetéssel érkeztünk, miután autóval keveredtünk a sétáló utcába. Néhány év múlva már óvatosabb voltam, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében tartandó két hétvége egyikén sem sikerült találkoznom a rend éber őreivel. Ugyanezen program keretében előadást tarthattam Rimaszombatban is. Komáromban együttműködési megállapodást írtunk alá az SMPS és pedagógiai szakszolgálatunk között. Ezt a megállapodást újítjuk meg április 9-én Győrújbaráton a Tehetségnapunkon, amelyen évről évre vendégül látjuk a felvidéki magyar iskolák versenyzőit is. A Cseperedő Klub meghívására Pereden, Gútán, Nagymácsédon, Nagyfödémesen, Perbetén, Galántán, Szencen és Felsőszeliben a legkisebbekhez és szüleikhez is eljuthattam egy-egy beszédindító foglalkozás erejéig. Nagy élmény és megtiszteltetés volt logopédiai szekciót vezetni Komáromban, a Jókai Mór nyári egyetemen. Köszönöm Fekete Irén elnök asszonynak Csirinek, hogy segítségével a Muravidékre és a Vajdaságba, Szabadkára, a nyári akadémiára is eljuthattam előadóként, és a közös programokon az erdélyi kollégákkal is találkozhattam. Rengeteg szeretetet kaptam az elmúlt időszakban a felvidéki és az egész Kárpát-medencei határon túli magyar barátaimtól. Minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a bizalmat meghálálhassam és megtarthassam.